Kegyelem néktek és békesség Istentől, mi atyánktól, az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 136. énekünk első versét énekeljük, így kezdődik: Dicsérjétek az Urat. Kérésem, hogy egymás után kétszer az első versszakot így állva. Elfoglalva, énekeljük tovább a második, harmadik és negyedik versszakot. A második vers így kezdődik: áldjátok Isteneteket, Isteneknek Istenét. Segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Pál apostolnak az Efezus beliekhez írott leveléből olvasom az ígét a második részből. Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolódtunk egykor mi is minnyájan, a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és gondolatnak akaratát, és természet szerint haragnak fiai voltunk, mint egyebek is. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban az ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt,
megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg, és együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából, a Krisztus Jézusban, mert az ő alkotása vagyunk. Imádkozzunk. Háborúból jövök, Uram. Te, aki tudod a léleknek minden gondolatát és dolgát, te tudod, hogy akiket ide hívtál, ők honnan jöttek. Te tudod, hogy mi van a szívükben, mi érik a lelkükben, és azt is, hogy mi vár rájuk. Kérlek téged, édesatyám Jézus Krisztusért, aki azért jött, hogy az ördög munkáját lerontsa. Könyörülj rajtunk, hogy építkezése bennünk ne legyen. Ha pedig történt, mindenestől takarítsd el, Uram. Készek vagyunk odaadni szívünket, lelkünket, gondolatunkat, értelmünket a fennhatóságod alá. Segíts, Uram, hogy csak a tiéd maradjon. Legyen az egyetlen, az élő, az uralkodó. Kérünk téged, hogy lakozhassék a hit által Krisztus Jézus a szívünkbe gazdagon. Kérünk téged, hogy szent lelked, aki neked pecsételi a fiakat, a mi életünkön is mutassa meg a hatalmát a te kegyelmednek akaratából. Kérjük és várjuk a szavadat, lelkedet, munkádat. Oda szánjuk neked magunkat. Segíts meghallani, megérteni. És cselekvő készséget kapva beteljesíteni azokat. Amen. Ige hirdetésre készülve a 168-as számú énekünk első versét énekeljük, amelyik így kezdődik: Ó Atya Isten, irgalmas, nagy Úr! A gyermekeink most indulnak ki a gyermekisten tiszteletre. Péter apostolnak második leveléből, a második részből olvasom az ígét, az első 10 verset. Valának pedig hamis proféták a nép között, amiképpen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekséget fognak becsempészni, és az Urat,
aki megváltotta őket megtagadván, önmagukra hirtelen való veszedelmet hoznak. És sokan fogják követni azoknak romlottságát, akik miatt az igazság útja káromoltatni fog. És a telhetetlenség miatt költött beszédekkel vásárt űznek belőletek, kiknek kárhoztatásuk régtől fogva nem szünetel, és romlásuk nem szunnyad. Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem mélységbe taszítván, a sötétség láncaira adta őket, hogy fenntartassanak az ítéletre, és ha a régi világnak sem kedvezett, de Noét az igazság hirdetőjét nyolcad magával megőrizte, ha Sodoma és Gomora városait elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatva, példát tévén azokra nézve, akik istentelenkedni fognak, és ha megszabadította az igaz Lótot, aki az istentelenek fajtalanságában való forgolódás miatt elfáradt, mert amaz igaz azok között lakván, a gonosz cselekedeteket látva és halva, napról napra gyötri az ő igaz lelkét. Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjának büntetésére fenntartani. Tessenek helyet foglalni. Először szólok arról az angyalvilágról, mennyei lényekről, amelyeket elsőként mutat példaként a felolvasott ige arra nézve, hogy bár hallatlan, magas értelmű lényekről beszél az Isten, ha angyalokat említ, hogy ezeket is megbünteti. És azért beszél a büntetésről, hogy az embert kijózanítsa, hogy az ember, akinek egy lehelet van az orrába, ne nagy képüsködjön ellene, se a fejét fel ne emelje, se azzal a nyomorult kis bölcsességével, amitől elképes ájulni és önmagát dicsőíteni, ne emelje föl az Isten bölcsessége fölé a szavát és gondolatát. Először szólok tehát a mennyei udvar az Isten különleges háztartásáról. Úgy hívjuk a teremtményeit, hogy mennyei lények, a különlegességük, hogy van egy ilyen kifejezés, hogy él, az Ószövetségben Istennek a tulajdon neve, ezek a lények él tulajdonsággal bíró teremtmények, isteni tulajdonsággal megajándékozott teremtmények. Az embertől különböznek természetre, alkatra és adottságra nézve. Jahvét körülvevő mennyei udvart az Ószövetség édáknak nevezi, gyülekezetnek mondja, ahol a mennyei gyülekezetnek Istene, ura és vezetője maga az Alkotó. A mennyei lényeket négy csoportba osztja a Szentírás, kerubok, szeráfok és angyalok, és egy egészen speciális lény van megjelölve, ezt Sátánnak nevezi a Szentírás. Ő azt a helyet foglalja el az udvari rendtartásban, ahol kritikát mond, ellent mond, vagy valakit, ha engedetlenné vált, vádol. Ő a vádoló. Amikor a Szentírás ír az angyali lényekről, a kerubokat a trón hordozó élőlénynek nevezi meg, hallatlan sebességgel közlekednek, az Isten mindenütt jelen valóságát akarja példázni az időtlen mozdulat időfeletti, időnélküli gyorsasággal. A kerúboknak egy speciális arcot ír le a Szentíró, hogy a jobb oldala a fejnek az egyik része ember arc áll ki belőle, a másikba oroszlán arc,
a négy arcú lénynek a bal oldalán pedig az ökörnek, mint a szarvas része áll ki a feje és a sas orca. Sokan próbálták megfejteni, mit jelent, csak egyetlen egy dolgot mondok róla, hogy tovább léphessek. A teológiának egyfajta látásmódja szerint a teljes teremtett földi világot jelképezi a teremtményeivel. Így az oroszlán, mint tulajdonság az erőnek a megmutatása, a sas a sebességé, az ökör a teherbírási, a hűségé, míg az ember a bölcsességé. Fölötte trónol az Úr, mint mindent fényével besugárzó Isten. A másik izgalmas mennyei lény a szeráf. A héber név azt jelenti, hogy égni, égetni, elégni igéből származik. Hatszárnyú tűzlény. A különlegessége, hogy két szárnyával le kell takarni a szemét, mert nem láthatja Isten a dicsőségét. Két szárnyával befedi a testét, itt vitatkoznak persze a tudósok, hogy a szemérmet takarja el, mert Isten előtt amúgy minden átlátszó és mezítelen, nem tudjuk pontosan. Annyit tudunk, hogy különleges tűzlény. A fordítások szerint az értelme is azt mondja, hogy tűzsárkány, tűzkígyó, és ez van leírva az Ézsaiás könyvében, amikor Ézsaiást Isten megkeresi, és a szeráf is ott van, nem csak a kerubok, akik az Urat szállítják, és egy fogóval parazsat vesz, és érinti a száját Ézsaiásnak. Hatalma van kijelenteni a megtisztításnak megtörténtét, hatalma van kijelenteni a bűnbocsánatnak a végzését. A szeráf különlegességei közé tartozik, hogy tagja a mennyei tanácsnak, és egy értelmezés szerint azt jelenti, hogy előkelő, aki a fejedelmek között foglal helyet. A száráf azt is jelenti, hogy kígyó, az Ézsaiás 14-29 speciális dolgot mond, az Ézsaiás profécia három kígyó fajtát említ meg, Náhás a kígyó, Cefál mérges kígyó, megjegyzik, ne a baziliszkusz, félre van fordítva, és van a szárnyas kígyó, mindegyik mérges. Az Ószövetségben, ha valaki nem tudja, hogy az engedetlen népre mit bocsátott Isten tüzes kígyóként, akkor hadd mondjam el, hogy a szeráf van megjelölve, mint tüzes kígyó, amely megvarja az engedetlent, és az se véletlen, hogy egy ilyen kígyót kell majd öntenie Mózesnek, és föltenni a póznára, fölemelni, mert a kegyelmet is hordozza, nem csak a mérget és ítéletet. Ugye majd bekerül a templomba, és Ezékiás király lesz, aki kiviszi onnan, és töri darabokra ezt a kígyó szobrot, ezt a szárnyas kígyó szobrot, mert nem Jahvénak áldozik a nép, hanem ennek a szobornak áldozik, mint a nagy szabadítónak. Megjegyzem, majdnem mindig mindenből bálványt csinál az ember. A harmadik, tehát a szeráf, amelyiknek nem csak mérge van a pusztításhoz és démoni erőnek és halálnak is jelképe, hanem, mint láttuk, a mózesi fölemelt kígyónál, a szerápnál gyógyulást is ad. Nem tudják eldönteni a kutatók, hogy mennyi az azonosság a mennyei háztartásban lévő és a földön ítéletet hozó és maró szárnyas kígyók között. Csak érdekességként említem, hogy Egyiptomban egy ásatás során talán a 12. dinasztiának az egyik fáraója kiásatásakor találtak egy szárnyas kígyót, és már bálványként, szoborként kiábrázolva.
Tehát ismert volt az Istennek ítélete, hatalma meg kegyelme az akkori emberek előtt. A harmadik az angyal. Az angyalról azért beszél különlegesen a Szentírás, mert nyilvánvalóan mondja az ige a Józsué 5.13-ban, hogy tanúi voltak az embervilág és a világ teremtésének. Ettől kezdve lesz a Szentírásban minden helyére téve, bár az Ószövetség elhallgat nagyon sok dolgot, az Új Szövetség mutatja majd meg, hogy mi történt ebben a teremtett világban, mindenségben és az angyalok között. Az ember teremtésekor döbben rá a mennyei világ, hogy az Isten valami megdöbbentő dolgot csinált. Az embert nem úgy, mint az angyalokat, hogy élt természetű lényekké tette, formálta. Elképesztő a közlekedésük, elképesztő az intelligenciák, de nem tökéletesek. Nem tökéletesek. És megformál a földön, a föld porából valakit. Élő lélekké teszi, aztán a saját lelkéből szakít el, így minden teremtmény fölé. Nem egyszerűen élő lényként helyezi az embert, hanem mint képviseletét helyezi az embert. A legmagasabb pozícióba helyezi, és elrendeli az angyalvilág szolgálatát az ember felé. Állítólag itt történik majd annak a negyedik különleges lénynek a lázadása, a sátáné. A sátán a Szentírásban, az emberi kapcsolataiban három területen fejti ki a maga véghetetlen pusztító hatalmát: a családi élet területén, a politikai élet területén, aztán a magánéletben, az ember magánéletében tevékenykedik. A családi életben összetudom foglalni a támadásait, a test bűneinél le van írva: civakodás, összeférhetetlenség és minden olyan típusú bűnre való fölbújtás, ami pusztítja a testet, a lélekhordozó testet, amelyik pusztítja a gondolatot, az értelmet, és lesüllyeszti az embernek Istentől kapott méltóságát és dicsőségét az állat alá is. Mert egy ösztönlénytől nem lehet elvárni annyit, mint egy gondolkodó értelemtől, és ha a gondolkodó értelmet elpusztítva ösztönlénnyé süllyeszti le az embert, akkor nyilvánvaló Istennek a káromlása történik minden pillanatban a megdicsőült ember részéről. És a sátán ezt élvezi. A második terület a politikai élet. A hazugságnak minden hatalmával és erejével, ravasságával, veszélytésével munkálkodik benne. Cél: ölni, erőszakkal lenni, félelmet kelteni, kiszolgáltatottságot teremteni, és amit soha nem engedett meg az Isten, hogy ember emberen uralkodjon, majd a sátán elvégzi azt. A magán életbe pedig egyszerűen a megkötözés és a megszállás végletéig megy el a sátán. Az egyik, hogy indirekt módon használja az embert, a másik, hogy direkt módon használja az embert, megszállva a lelkével, és uralkodva az ember lelke fölött. Az úgynevezett oppozítor státuszt kapja a sátán, vádoló, rágalmazó, és ebben a szolgálatban ő a gonoszság képviselője. Célja:
az ember elvesztése, mert embergyűlölő, Jahve haragjának felszítása és Jahve irritálása, hogy a vétkes elleni büntetést hajtsa végre. Megjöttem. Megjöttem. Azt mondja, hogy ti is egykor jártatok a világ hatalmasságának akarata szerint, a ti fejetek gondolatában és testeteknek vágyaiban, és cselekedtétek annak akaratát, aki mindenben a bűnre vitt titeket, és irritálta az Istent azzal, ahogy láttál, gondolkodtál, cselekedtél. Azért tette, hogy Isten átka haragja és büntetése lesújtson rád. És így folytatja, de az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy kegyelméből minket, kik az isteni életre meghaltunk, a Krisztus Jézussal együtt megelevenített. A Krisztus azért jött, hogy a sátán minden munkáját lerontsa. Így történik, hogy egy különös fogalmat használ majd a János levele. Azt mondja, hogy a sátán a bűnben leledzik. A bűnben van az életformája. Aki a bűnt cselekszi, a sátánból van, mert egyfajta életforma éltetésére adta oda magát. A sátánira. Ezért, amikor arról beszél majd a Péter levele, hogy Jézus Krisztus megszabadította a bűnös embert, az életét adva érte, vérét és lelkét áldozva érte. Meghirdette a bűnbocsánatot a bűnös embernek. Meghirdette, hogy aki hisz a Jézus Krisztusnak, hogy ő érte, megfizette az Isten haragjának a díját, az bűnbüntetése, halál, az életét odaadta. Ennek az embernek a lelkében Isten igéje és szent lelke elvégzi, hogy rálásson az Isten igazságára. Úgy szeretett engem az Isten, hogy az egyszülött fiát adta értem, kimenekített engem ebből a romlott, átkozott világból, a sátán hatalmából és uralmából, és az ember boldogan mondja ki, légy áldott, szabadító Uram azért, amit értem tettél, amit velem tettél, és köszönöm, hogy bennem is elvégezted, hogy meggyűlöltem a bűnt és annak az urát, és én már nem akarok többet engedelmeskedni neki. És amikor megtért valaki így az ő alkotójához, az ő megváltó Krisztusának a kegyelméből, akkor jön az úgynevezett visszatámadás. És erről beszél a Péter második levele második része. Vannak emberek, akik bár megismerték Istennek kegyelmét, megismerték igazságát és szeretetét, megtagadják a Krisztusnak való engedelmességet. Telhetetlenekké válnak, hogy a test kívánságaiban járjanak. A lélek kérkedni kezd, és szolgálatába áll újból, immár önként a sátánnak. Ezeket nevezi a Szentírás hamis tanítóknak, hamis apostoloknak, hamis prófétáknak. És azt mondja, nagyon sok jött ki, és nagyon sok ember él ezzel a hamis lélekkel. Vásárt űznek belőletek. Mert ők megtagadták a Krisztust. Idézek néhány dolgot szó szerint, egyszerűbb lesz.
megtagadták a Krisztust, de nem hagyják el a gyülekezetét. Pont attól lesz veszedelmes, hogy úgy tetszelegnek a gyülekezetben, mintha Isten szolgálói lennének. Pedig nem azok. Egy liberális teológiai szemináriumnak az elnöke így ismertette a stratégiát. Ha változtattam a meggyőződésemen, azt anélkül kell tenni, hogy formálisan nem tagadom meg a korábbi nézeteimet, mert akkor azonnal kiszűrnének engem. Így folytatja egy másik. Mindig Krisztus barátjaként kell megjelenni, és belülről kell támadni őket. Ahol a megfeszített Krisztusban megjelent az igazság és a kegyelem, ott kell erjesztő munkát végezni, hogy nehogy beleerősödjenek a kegyelembe. Egy harmadik a következő képet mondja. A hamisságot az emberek nem veszik be. Ezért a hamisság és igazság szándékolt keverésével és mérték arányba állításával lehet hitetni. Először mindig megjelenik náluk, és innen lehet felismerni őket, a tagadásnak egy-egy formája. Nem a Bibliát tagadják egészen. Csak egy mondatot belőle. Csak egy kis részt belőle. De aki élő hitbe van, az felfedezheti, megjelent abban az emberben a tagadás szelleme, és innen lehet felismerni őket. Vannak olyan családok, ahol mindig gyönyörködöm benne, hogy annyira hasonlít az apjához vagy az anyjához a gyerek, hogy le se tagadhatja. Megyek, hát te ennek a gyereke lehetsz. Mondja, hogy igen, az vagyok. Abszolút hasonlít hozzá. Az Isten fiai a Krisztushoz. Lelkükben, gondolkodásmódjukban hasonlítanak. Az ördög fiai pedig a tagadásnak fiai. Nem tudják magukat megtagadni. Amikor Krisztus megváltott egy embert, elmondja neki, hogy ne félj, mert megváltottalak, aztán személyessé teszi, neveden szólítalak, és közlöm veled, hogy te az enyém vagy, az a lélek, amelyikben Isten a fiúságot munkálja erre az isteni beszédre, boldogan reagál. Még egy másik léleknek egy idő után nemhogy semmit nem jelent, hanem irritálja, bosszantja. Hagyjanak már békén azzal, hogy az övé vagyok. Észre lehet venni a bibliai erkölcs eltörlésénél azt az uralkodó irányzatot, ami mellé még a tudományt is mellé állítják, hogy a tagadás tökéletes legyen. Az ember a legfejlettebb állat, a csúcs ragadozó, ahogy ma tanítják, Isten igéje pedig azt mondja, az egyetlen különleges teremtés, amely több, mint az angyalok, több, mint a mennyei lények, bármíg itt a földön, a testben jár, valamivel kevesebbnek látszik.
De amint a Krisztus Jézusban van, a pokol erői már nem vesznek diadalmat rajta. Ha mint a Krisztusban van, új teremtés az, és mennyei erők részesévé válik. Mit mond a hamis tanítókról? A Szentírás azt mondja, a keresztény ember nem élhet bűnbe. Azért jelent meg Jézus, hogy a mi bűneinket elvegye, azért jelent meg, hogy az ördög munkáit lerontsa, és úgy szeretek erről szólni. Ugye nincs itt maradandó városunk. Ugye mi Isten gyerekei jobb után vágyakozunk. Mennyei után. Ugye akiről az ige tesz bizonyságot, hogy az enyém vagy. Akiről a lélek tesz bizonyságot, hogy pecsét vagyok az életén. Az mind el tudja mondani, hogy nem mondom, hogy elértem, de igyekszem. Igyekszem az én mennyei elhívásom jutalmára. Ezért nem a bűnnek adom a tagjaimat. Mert azt mondta az Úr, lakozom bennük, és úgy vagyok Istenük, ők pedig ezért a gyerekeim. Testem, lelkem Istené. Azt akarja, hogy megdicsőítsem ebben a testben. Megdicsőítsem ezzel a lélekkel, akivé tett és formált engem. És ezzel szembe jelenik meg a csábítása a hitehagyottnak. Akkor is a Krisztus barátjának mondja magát. Akkor is, ha csak egy-egy dolgot tagad, a tagadás szelleme benne van. Úgy élsz, ahogy akarsz. Úgy is tetszik az Istennek. Gyűlöli, ha valaki hazugsággal az igazságát feltartóztatja. Ezért parancsokat hoztam ma. Minden olyan embert, aki bűnre bújtogat, aki bűnre csábít, fedj meg! Olvassátok el a test bűneit. Aki a test bűneivel kelleti magát, hogy csináld? A sátán a bűnbe leledzik. Mondhatod neki, távozz tőlem, sátán! Bántásomra vagy nékem! És ha ő közösséget próbál rontani, a közösség előtt nyilvánosan mond el neki. Isten pedig azt mondja, hirtelen való romlást tör rájuk. Meg fogom mutatni, hogy hirtelen megrontom az életét. Így történik, hogy Pál az ördögi lelket ördögi lelket nevezi ki. Azt mondja, vakulj meg, mert azt mondod, hogy látsz, és hazudsz. Ma parancsom van. Harcold meg a hitnek harcát. Parancsom van. Őrállóanak adtalak téged. Ha látod az ellenséget jönni, kiáltsd meg. Parancsot adtam. Vizsgáljátok meg a lelkeket. Mondd ki vizsgálatod eredményét. Ha szót hallasz a számból, nem hallgathatsz. Kiállts!
És a végén borzalmas bejelentést tesz az Isten. Csak nyilvánvalóvá válik, hogy az ebb visszatért okádékára. A megmosódott disznó visszafeküdt a sárba. Hogy van ez? Egy sereg ember, aki nem ismerte meg az Urat, él ebbként, és újra visszafekszik saját okádékába. Egy sereg ember él tisztátalanként, és visszafekszik a sárba. Mivel az én parancsom, hogy evangéliumot hirdessek. Hirdetem annak, aki nem értette még meg, milyen súlya van a szavainak, milyen súlya van az életvitelének, mire indít fel másokat, hirdetem neki egy ajtó az ő számára ma még nyitva van. Ez a kegyelemnek ajtaja. Hirdetem neki, térjen meg tévejgéséből, és megbocsátatnak a bűnei. Térjen meg teste kívánságai vágyaiból, amivel fertőz és példát mutat. Térjen meg, mert ma még lehet. Mindegyikőtök, ha másokat bűnbe visz, vagy bűnre csábít, ma így szól az Úr. Tékozló fiam, jöjj haza! Ne tékozolj tovább! És hirdetem annak, aki elcsábult, mert rávették, és rávehető volt, térjen meg, mert ezt úgy hívják, hogy elesett. A kegyelem Ura vár rád. Egyiket, hogy a harcot vívja meg a téveítő ellen, a másikat, hogy a harcot vívja meg a téveítőért, a harmadikat, hogy a rávettet fordítsa vissza Krisztushoz, a kegyelem Urához. Nem tudom, melyik vagy. Egyet tudok. Azt mondja, jöjj, és aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. De vigyázzon, aki megkeményíti a szívét. De vigyázzon, aki az önigazságát többre tartja, mint a kegyelem igazságát. De vigyázzon, aki perbeszáll alkotójával, és nem hajt térdet fejet neki. Ha az angyalokat
kik bűnbe estek, megítélve láncra verte, fenntartva az ítélet napjára, megteszi a meg nem térővel is. Újra mondom, és ezzel lezárom a mai üzenet sorát. Ti is, én is jártunk e világhatalmasságának akarata és gonosz szándéka szerint. És halottak voltunk az isteni élettől. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy kegyelméből minket ki meg voltunk halva, a Krisztus Jézusban megelevenített. Ma az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Nem szólna, ha nem szeretne. Nem hívna, ha nem lenne nyitott ajtó neked. Te hív. Mert megváltottalak, mert neveden hívtalak, te az egyén vagy. Nekem vigyázd a testedet és lelkedet. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Amen. Ahol csak annyi látszik, hogy civakodnak, ahol csak annyi látszik, hogy a te családodban veszekednek, egyet nem értenek. Ki ezt, ki azt mondja, igazságot tenni, egyedül te tudsz, Uram. És azt is úgy teszed kegyelmesen, hogy az ember szívére beszélsz. Egy világpolitikában, hogy békességen és életen munkálkodnak-e, vagy életellenes tevékenység, hazugság, hamisság minden fegyverével. Ha te mutatsz rá, hogy mi van mögötte, minden világossá lesz. A magánéletben, hogy ki merre felé vezethető, merre felé csábítható, ha te mutatsz rá, világossá lesz annak, akivel beszélsz. És mert az egyénnel kezdődnek a dolgok, a közösségben folytatódnak, és a nagy társadalomban minden visszatükröződik, könyörülj rajtunk, egyen-egyenként, könyörülj családunkon, könyörülj keresztény családunkon, a te népeden, és könyörülj az országunkon, Jézus Krisztusért. Amen. Mindig elválasztom az imádságot, hogyha speciálisan is szeretnék kérni valamit, most is ezt teszem. Kérem, hajtsuk meg a fejünket újra.
Azért az asszonyért könyörgöm, Uram, akihez nem tud bemenni a fia. Ahol a kulcs belül a zárba van. A zárba van. Kérlek, Jézus Krisztus, könyörülj a mi asszony testvérünkön. Ruházd fel erővel, kegyelmeddel, szerelmeddel Jézusért. Könyörülj a családod, szent fiadért, a Jézusért. Eléd hozom a gyászolókat, eléd hozom a gyászban is hálát adókat, akiket azzal az élettel, akit nekik adtál, meggazdagítottál, többé tettél, és légy áldott, ha úgy engedhették el a szerettüket, hogy az ő cselekedeteik is ott vannak te előtted, mint tőled valók. Köszönjük elment kedveseink életét, légy áldott értük. És kérlek a ma délutánért, jegyesekért, házasságban élőkért. Könyörülj, hogy kiábrázolják azt, amiért adtad ezt a szent kapcsolatot, a Krisztust. Amen. Záró énekként énekelje a gyülekezet fennállva maradva a 168-as énekünk második versét, Gondolsz ránk híven. Vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. 68-as énekünknek harmadik és negyedik versét. A harmadik vers így kezdődik. Nagy jóságodra méltók nem vagyunk.
Isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve kit elnyeljen, kinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben. Tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. Te légy hű, mint halálig, és néked adja az életnek koronáját. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, a viszontlátás.